Halló! Halló, sziasztok! Itt vagytok? Elkezdjük a e-sportórás távoktatást. Sziasztok! Hello, hello! Ugye ez az első ilyen e-sport óra távoktatós alkalom. Úgyhogy pár dolgot majd átbeszélnénk, még mielőtt belekezdenénk az effektív anyagba is. Ugye egyrészt már Facebookon is kiírtam, hogy mi lesz a mai téma, hogy streamelésről fogunk beszélni, ha már úgy is streamelnünk kell az órák anyagát, vagy hát nem kell, de ha már streamelem a óra anyagát, akkor beszélgessünk erről. Tehát emiatt egy picit változott a sorrend, ma egyébként másról lett volna szó, de most már így lesz akkor. Miről viszont előtte beszélnünk kell, ugye, hogy átállunk teljesen online-ra, tehát ugye nyilván a helyzet meg a körülmények miatt ugye most már online lesz a órák tartása. Az, hogy ez meddig fog tartani, azt nem tudom pontosan. A szorgalmi időszakot én esélyesnek érzem, de hát majd minden továbbiről beszélünk, hogyha kiderülnek a dolgok, tehát hogy meddig fog ez tartani, azt nem tudom. Ami ugye biztos, hogy kicsit frissítettem a silabuszon, ezt látjátok is, föltettem a Drive-ba is. Igazából csak annyi változott, hogy itt a sorrendek egy picit megkavarodtak, meg picit más sorrendben fogjuk megbeszélni a dolgokat, de alapvetően nyilván az anyag tartalmilag nem változott. Jó, tehát az ugyanaz maradt. Jó. Nyilván mivel a téma jellegéből adódóan az online átállás szerintem komoly nehézséget nem fog okozni, ezért minden mehet tovább gyakorlatilag, mint ahogy eddig is. Annyi a különbség, hogy nem fogunk személyesen találkozni a teókáin, tehát ugye a pontszerzések is mehetnek tovább. Ugye itt én már beírtam, amit Facebookra is kiírtunk pontokat, ezeket folyamatosan fogom frissíteni, tehát valami új feladat jön, vagy valami új pontszerzési lehetőség, azokat ide majd szépen vezetni fogom. Jó. Ugye, amit így kérnék, csak ilyen adminisztratív, hogy ugye ti is könyvelitek a pontokat, ugye a saját könyvelésetekbe, ez legyen már nyilvános. Jó, tehát ne kelljen az, hogy rákattintok, és akkor még engedélyt kell kérni, meg ez az, amaz, tehát tegyünk nyilvánossá a könyvelésünket. Jó. Na most jöhetnek a kérdések, hogyha van akár ilyen adminisztratív, akár bármi egyéb kérdés, azt tegyük föl nyugodtan. Na most itt látok már egy kérdést is, hogy csinálunk egy Discord szerót. Én már csináltam is egyet, ennek a linkjét most ide bedobom. Úgyhogy ide gyülekezzünk is be, ha lehet kérni. Igazából csak annak kéne, aki szeretne most részt venni a játékokba is, vagy szeretne játszani most a laboron, de nyilván mindenki jöhet természetesen. Jó. Itt lesz lehetőség kérdezni is, tehát ott látjátok, hogy van ilyen e-sport csatorna is, és ott tudtok kérdezni a eSport Text Channelbe, illetve majd a Voice Channelekbe beugrunk, de akár ti is beszélgethettek ott is, ha akartok. Jó, hát fogadórát nem valószínű, hogy itt fogok tartani, azt szerintem inkább Skype-on, de rátok bízom, ahogy gondoljátok. Ezt majd megbeszéljük. Még Skype-on biztos, hogy tartani fogom a fogadórát. Jó. Hiányzás hogy lesz számon tartva? Hát, nem tudom, hogy van ennek értelme. Amit én mindenképp egy jó megközelítésnek tartanék, az az, hogy itt, amikor bejöttök a chatbe, akkor mindenki írja be, hogy jelen. Jó? És akkor majd, hogy ezt hogyan fogjuk névhez párosítani, majd készítek egy ilyen kis Google Drive
dokumentumot vagy táblázatot, és akkor ott, vagy esetleg a könyvelés táblázatba írjátok be, sőt, az a legjobb, könyvelés táblázatba írjátok be a Twitch user neveteket, jó? És akkor ott én majd látni fogom, hogy ki kicsoda, és az alapján én majd tudom vezetni a hiányzást. Hát, hogy ennek van-e értelme, azt nem tudom. Ami biztos, hogy ezek a videók, legalábbis ha úgy állítottam be a Twitch-et, remélem, akkor ezek elérhetőek lesznek. Egyrészt itt a Twitch-en is 2 hétig, illetve valószínűleg a YouTube-ra is át fogom őket tölteni. Hát, ha nem is mindet, de ami olyan lényeges, az biztosan. Jó? Tehát amikor csinálunk is valamit. Jó, szuper, jön a jelenlét, ív, rendben van. Okés. Jó. Na, akkor látom, hogy a Discord szerverbe is jöttök. Jó, rendben van. Okés. Na, adminisztratív oldalon van-e esetleg még kérdés? Azt most ejtsük meg nyugodtan. Lesz-e Siege? Hát, hogyha lesz annyi játékos, akkor lesz Siege. Tehát, hogyha leszünk annyian. Mondjuk, ha más nem, akkor ilyen terrorist huntot lehet nyomni. Várzón legyen. Jó. Megnézzük meg, hogy fut a gépemen. Ugye a stream mellé azért már lehet, hogy sok lesz. Jó, okés. Na, amilyen fontos lenne, és adminisztratíve is, hogy ugye beszéltük ezt a belső LOL bajnokságot. Na most ennek jó lenne, hogyha szombattól elkezdene pörögni. Nem tudom, hogy áll a szoftver, itt van esetleg aki készíti a szájtot. Tegnap ránéztem, azt hiszem, vagy tegnap előtt. Aha, jó. Hogy áll a program? Működik? Már a kis weboldal? Jó, akkor azt kezdjük el, mert ugye 6 csapat van, és mindenki 2 meccset játszik egymással, és azért kezd szorítani az idő, mert ugye 8 hét van ezzel együtt. Jó, tehát 8 hét van ezzel együtt, és kezdjen el most már pörögni a bajnokság is. Hát az, hogy ez hogy lesz, hát jó lenne, hogyha adott hét vasárnapig meg lenne az összes meccs, tehát olyan vasárnap estig lejátszanátok az összes meccset, nyilván hétről hétre. Jó, tehát nem az ki, hogy egy hét alatt minden az összes meccset lejátszuk, hanem mondjuk hetente legyen 2 meccs csapatonként, és ugye így akkor talán a fél év végéig be tudjuk fejezni, szerintem addig be tudjuk fejezni, és akkor ugye ott is összeáll egy sorrend, meg akkor ki tudjuk tenni ugye a pontokat is el lehet könyvelni. Jó? Tehát jó lenne akkor, hogyha a szombattól elindulna most már a... Hát az, hogy melyik nap játszotok, beszéljétek meg, hogy ki mikor ér rá, és akkor... És akkor játsszátok le ezeket a meccseket adott héten, tehát hetente 2 jó lenne, hogyha le tudnátok játszani. Jó. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés esetleg? Bajnoksággal kapcsolatban. BO2-esek legyenek a meccsek. Jó, tehát 2 meccs. Kicsit ilyen LEC jelleggel. Hát nyilván azért nem úgy, de tehát egy oda visszavágó, és akkor oldalakat cseréljük. Hát
Most BO3, BO2. Hát akkor döntetlen, akkor 1-1. Semmi gond. Tehát nem egyenes kiesés, hanem bajnokság. Tehát a végeredmény számít. D-para. Majd nézd vissza. De amúgy milyen lényegre gondolsz? Nem volt semmi különös. Annyi a lényeg, hogy játsszátok a bajnokságot majd. Jó, okés. Na, hát akkor szerintem ez rendben van. Egyébként Facebookon tudtok kérdéseket föltenni, nyilván, ahogy eddig is. Ugye van nekünk ugye a Facebook csoportunk, ott is lehet kérdéseket föltenni. Illetve így, hogy átmentünk teljesen online-ba, a fogadórám annyiban változott, hogy ugye Skype-on lesz, tehát hogyha ott akartok keresni, akkor nyugodtan. A Kari honlapon elvileg látjátok már a Skype-os elérhetőségemet. Kérdésetek van, nyugodtan tegyétek föl, de kérdezhettek Facebookon is, úgyhogy nyugodtan mehet ott is. Jó, na akkor viszont térjünk rá a mai témára, ami ugye streamelés lesz. Hát nyilván most így ezt nem olyan részletességgel, meg olyan pontosággal fogom elmondani, ahogy mondjuk egy rutinos profi streamer mondaná. Nyilván csak ugye a jelenségről, magáról, meg hogy mi is történik. Alapvetően szerintem nem hiszem, hogy nektek ezt olyan nagyon be kéne mutatni. Nyilván azért a legtöbbetek szerintem követ valamilyen streamert, vagy valamilyen akár profi e-sportolót, akár profi gamert, akár valamilyen versenysorozatot, úgyhogy szerintem nem különösebben kell ezt nektek bemutatni. Ugye talán így a gaming és a e-sport kapcsán ugye pont az a platform a legjelentősebb, ahol éppen most vagyunk, ugye a Twitch. Szerintem úgy nagyjából innen indulhatott valahonnan a dolog, vagy legalábbis itt nőtte ki magát nagyon, és ugye innen indult útjára ez a közvetítsük, ahogy játszunk dolgot úgy igazából, tehát itt robbant be. Aztán persze jöttek más platformok is, ugye a YouTube is elkezdte, ugye a Facebook is, és próbálkozik, ugye ott a Mixer, ami ugye egyre nagyobb bázissal rendelkezik. Nyilván ezek platformok igazából én az én személyes véleményem az, hogy számomra nem a platform számít, hanem inkább az, hogy ki az, aki streamel. Beszélgetünk majd mindjárt streamerekről is. Nyilván nem elemzés szempontjából, csak úgy felsorolunk párat. Alapvetően nyilván a tartalom az, ami a lényeg itt, a maga a platform az egy vivő hullám, bár szokták mondani, hogy nyilván ezek a platformok azért vonzák a közönséget is valamilyen formába, tehát a platform némileg a közönséget is meghatározza. Én ebben már nem akarnék állást foglalni, mert azért ilyen rutinos streamernek semmiképpen sem mondanám magam, jó? Inkább csak ilyen nézői oldalról tudom ezt megközelíteni, hogy én nekem személy szerint például egy The VR tök mindegy, hogy hol streamelne felőlem, aztán nyomhatnák Facebookon is, vagy akár a Sport TV-n, én akkor is nézném őket, mert nem az, engem az nem érdeke, hogy hol streamelnek, csak az, amit streamelnek. Jó, de mondom, ez csak egy példa, nagyon sok más egyéb streamer is van. Jó. Oké, és na, és akkor csak, hogy interaktívvá tegyük egy kicsit a dolgot. Nektek van egy kedvenc streameretek? Néztek-e valamilyen streamet? És hogy mennyit néztek egy nap streamet? Úgy nagyjából. Csak a tüvári.
Twitch 0-24 megy egy monitoron. Aha. Aha. Kés. Jó, Döviár. Igen, igen. Kis Ádám. A Kis Ádám az a humorista Kis Ádám? Vagy az nem Kis Ádám? Nem nagyon vagyok tisztában ezekkel. Mark Baj. Ejne. Gamerekről beszélünk, meg e-sportolókról. Ha? Ja, hogy Ádám kis, jó, őt tudom, jó, bocs, így már oké. Jó, bocsi. Pierce, Chris Advice, Ruben, jó. Oké is. Jó. Tyler van. Hát igen. Ő nagy streamer ilyen értelemben. Nagy közönséggel. Jó. Okés. Lehet olyat mondani, hogy hát Shroud, igen. Mondjuk ő már ugye nem a Twitch-en van. De így van. Jó, okés. Jó. Hát én akit még szoktam nézni, ugye mondjuk Dr. Disrespect, neki elég minőségi streamjei vannak, meg ő tényleg jól is játszik alapvetően. Bár sokan jól játszanak azért, tehát azt meg kell mondani, hogy ugye a profi gamerek meg a profi e-sportolók között nem mindig lehet azért különbséget tenni. Már ilyen szempontból, hogyha így egyedül játszik, vagy ilyesmi, nyilván a csapatban azért az teljesen más. De igen. Ninja eltűnt? Nem tudom, én amióta átment Mixerre, én nem is néztem, amúgy se nagyon, mert eléggé szűk volt az ő repertoárja. Aztán nyilván, amikor az ember néz 2 órát Fortnite streamet, a harmadik órában már nem mindenki talál benne újdonságot, de való igaz, hogy én azóta nem is tudom, tehát már akkor nincs is olyan nagy nézőbázis ezek szerint, vagy? A gyerekek ugyanúgy nézik, aha. Fiatalok. Jó, hát az is egy, hogy mondjam, célközönség lehet. Tehát igazából nyilván így gaming e-sport szempontjából nyilván a gyerekek is nagyon fontosak. Jó. Hát akkor azért van követő bázisa. Igen. Hát Dr. Disrespect valóban egy megosztó karakter, de általában ez akit... Tehát ha valakit sokan néznek és sikeres, ő egy megosztó karakter lesz előbb-utóbb. Azért azt tudni kell, hogy azért Tyler van is egy megosztó karakter. És akkor lehet, hogy még finoman is fogalmaztam. És azért magyarországi viszonylatban szerintem egy Döviár is tud
tud megosztó lenni abban az értelemben, hogy azért őket sem mindenki szereti, de hát nyilván nem is azért, nem is ez a cél, hogy tehát olyan nincs, hogy mindenkinek megfelelj, meg mindenkinek tetszen, amit csinálsz. Meg aki sikeres, az megosztó lesz. Tehát ez ilyen. Nagyon sok Blight néztél. Hát igen, a PUBG mostanában egy kicsit már nem olyan, kicsit le van maradva szerintem. Azért persze D-para nyomjad be, persze, hogy ne. Linked nyugodtan a statot. Tehát ugye tudni kell azért, hogy azért a konkurencia nagyon erős most már abban, amit a PUBG képvisel. Tehát egyrészt ugye azért ugye a Cold Warzone is, meg hát korábban is voltak akár egy Apex, akár, tehát nagyon sok van, ami bizonyos értelemben konkurencia lehet. Az, hogy ezek ingyenesek, azok meg nagyon-nagyon oda tudnak tenni. Tehát nyilván összehasonlítani nem lehet egy fizetős meg egy ingyenes játékot, tehát ezt azért le kell szögezni, de azért nagyon komoly a konkurencia most már, és hát igen, tehát nem lesz egyszerű dolga. Ez egy open platform, ide bárki bejöhet nézni. Jó. Jó. Oké is. Na, rendben van. Jó. Na most én a technikai háttérről én nem nagyon akarnék itt részleteibe beszélni a streambe, annál is inkább, mert inkább játszunk egyet, vagy legalábbis indítsunk egy meccset, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ugye nyilván itt rengeteg videót találtok alapvetően, hogy hogyan lehet itt belépni ebbe a streamer dologba, de szerintem aki bekattintja magának a Twitch-et, meg egy OBS-t leszed, az ilyen hát fél órán belül már indíthatja a streamet, főleg a ti korosztályotok. Én nem gondolnám, hogy különösebb nehézséget okozna, hogy elkezdjétek közvetíteni, ahogy játszatok, vagy amit csináltok. Amit így lehet, hogy nyilván itt majd pontokat lehet elkönyvelni, tehát ez nagyon fontos, hogy nyilván ti is, ha streamelitek a meccseteket, az plusz pontot számít. És nyilván ez nem csak csapatunként, hanem egyénileg értelmezve. Tehát akár a bajnokságbeli meccseiteket, akár csak a délutáni edzőmeccseiteket, vagy lazító meccseiteket, hogyha elkezditek közvetíteni, akkor azért pontokat lehet elkönyvelni. Na most a bajnokság meccseire én úgy számolnám, hogy egy meccs leközvetítésére én adnék, hát mondjuk legyen, mennyi legyen? Legyen 20 pont, jó? Mit szóltok a 20 ponthoz? Kevesebbet kellett volna mondani, mert akkor elkezdtek alkudni. Na, jó a 20? Oké. Ha nektek jó, nekem is jó. Jó. Oké is. Jó. Igyekezzünk már ezt úgy, hogy tehát maradjon meg. Na most a Twitch-en be tudjátok kattintani, én most nem akarom megmutatni, mert nem akarom kiszivárogtatni az adataimat, hogy be tudjátok kattintani, hogy maradjon meg a stream 2 hétig, tehát a videó. Ezután át is tölthetitek YouTube-ra, ez engem már nem érdekel. A lényeg az, hogy legyen meg. Jó, tehát maradjon meg legalább 2 hétig a videó, hogy meg tudjuk nézni, le tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg ott van, stb. Ugye a linket amúgy is a könyvelésbe be kell tenni, tehát jó lenne, hogyha megmaradna a videó. Jó, meg hogy vissza tudjuk nézni. Az, hogy mikor közvetítetek, vagy mikor megy az élő, azt teljesen rátok bízom. A cél az lenne, hogy minél több meccset közvetítsetek le, és minél több hát meccset most teljesen mindegy, hogy lolosztok, vagy cségóztok, vagy felőlem aztán mehet a Witcher stream is, tényleg
teljesen mindegy, csak nyomjátok, csináljátok, nézzétek meg, hogy hogy működik, hogy milyen ez, kicsit ízlejétek meg, dobjátok be a linket mindig a kapcsolat, ugye a Facebook csoportba, hogy lássuk, hogy nyomjátok. Jó, a platform mindegy. Lehet, hogy mondtam, hogy Twitch, de a platform mindegy. Jó, nem akarom megkötni a platformot, mert nehogy azt higgyétek, hogy én itt most a Twitch-sel valamilyen szponzori szerződésben vagyok, mert jó, tehát a platform mindegy, sőt, még a szoftver is mindegy, ha nem OBS, az se baj. Jó, tehát ezt tényleg abszolút rátok bízom. Nyilván a végeredmény azért nézzen ki valahogy, tehát azért igényesen próbáljuk meg ezt, amennyire lehet. Nyilván nem kell itt most mit a 70 ezer webkamerát venni, meg ilyesmi. Ahogy látjátok, én se vettem. Úgyhogy csak valami legyen. Jó? Hányszor kaphattok 20 pontot streamelésért? A bajnokság kapcsán minden egyes meccs, tehát hogy ugye hány meccsetek van? 10 meccse van egy csapatnak, ugye? 6 csapat van, kétszer játszatok, igen, az 10 meccs. Tehát azért minden egyes meccsén lehet, egyébként meg még ezen felül 5-ször. Jó? Nem írom elő a fészkemet. Hát a heti 7x12 órában 140 pont, az jónak tűnik. Jó, mi van még? Hát itt a Major Audience-re, meg a Profanity Filter, meg ilyenre, hogy nyilván az adott platformnak a szabályait tartsuk be, tehát arra figyeljünk oda. Nyilván, hogyha nem figyeltek, a Twitch úgyis letiltiteket, vagy az adott platform, de erre figyeljünk oda. Jó? Tehát tartsuk be a szabályokat. Nyilván azért olyan értelemben figyeljünk, hogy ti egy egyetemi kurzusnak a hallgatói vagytok. Nyilván nem az egyetemi kurzus keretébe fogtok streamelni, de nem is biztos, hogy fogok pontot adni, hogyha olyan a stream, hogy nem helyén való. Jó? De a platformnak a szabályzatát minden egyes esetben tartsátok be. Arra nagyon figyeljetek oda. Jó, hát itt csak az írja jóvá a pontot, aki streamel. Tehát ez nagyon fontos, hogy aki nem streamel, az ne írjon jóvá pontot. Csak itt Dave-től érkezett egy kérdés, hogy egy-két edző meccs, hát ha másik tag streameli, akkor a másik tag írja jóvá a pontot. Tehát mindig az írja jóvá, aki streamel. Mindegy, hogy pasziensz vagy lol. Hát mindegy. Ebben az esetben most mindegy, csak menjen a stream. Jó. Én preferálnám azt, hogy a edzőmeccseit, vagy a bajnokság meccseit streamelitek, az mindenképp szuper lenne. Persze, hát öten is streamelhettek egy meccset, hogyne. Persze, és akkor akár ilyen squad streambe is, bár az nem tudom, hogy Twitch partnernek kell lenni hozzá. Az abban nem vagyok biztos. De akkor, ha mehet, akkor menjen ilyen mind az öten, és akkor squad stream. Tök jó. Partnernek kell lenni? Oké, és hát akkor... De szerintem vannak ilyen külső lehetőségek is. Mielőtt a Twitch bevezette ezt a squad streamet, szerintem volt... Igen, ott már van is egy link. Hát, hozzám mikor lehet szubolni? Hát, hozzám ne szubolj most, mert... Nem feltétlenül gondolnék arra, hogy én így streamer karrierbe vágok. És a pénzedet meg tedd jobb helyre. Jó. Na, oké. És akkor, ha nincs több kérdés, akkor beindítanánk a dolgokat. Ugye,
Discordra ránézek. Vagyunk. Kés. Na, ki szeretne akkor ebbe a gamebe csatlakozni? Amit mindjárt létrehozok. Jó. Dota nem lesz. Hát legalábbis, ha lesz is Dota, nem én fogok dotázni, az biztos. Jó. Na, akkor ki szeretne ebbe a gamebe belépni? Mondtam a pontokat, hogy mennyi ez a meccs? Nem mondtam, ugye? Hát, mehetünk úgy is, de akár lehet most egy dupla is, csak ha már úgy is streambe van. Tehát akkor ilyen 40-40-20. Hát nem tudom, játszak vagy spektételjek? Hát csak akkor ki kell menni spectate-be. Akkor beállítom újra. Játszok. Jó. Deika jelszó, akkor csatlakozzatok. Kit adhatok hozzá, csak itt egy ismerősöm van. Vagy ti be tudtok lépni? Jó, és akkor téged. Téged hozzáadlak. Ja, de ti is be tudtok lépni. Jó. Jó, akkor igyekezzünk meg úgy jönni, hogy a csapatok legyenek. Mi a jelszó? Deik. Így kicsivel. Meg a Batman-jel.
D-para, beinveltelek. Jó. És akkor a Discordra is nyugodtan lépjünk be. Aki szeretne csapatonként. Hát igen. Néha a kliens így problémás. Okés. Akkor így jók vagyunk? Hát, ha már így vagyok, akkor itt lennék. Nekem mindegy egyébként. Na döntsük el, hogy akkor itt egy fix csapat legyen, vagy ilyen vegyes csapat. Mert itt lenne az ötödik egyébként. Ne sakkozzuk ki akkor ezt. Vagy hogy legyen. Na, akkor kérdezem, hogy ebbe a csapatba itt lenne az ötödik? Tehát tud jönni az ötödik? Vagy menjünk így vegyesen?
Menjen akkor így. Jó, 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 oké. Na srácok, a csapatok nyugodtan ugorjanak be a Discord átbeszélőbe itt a linkbe, amit beírtam. Nyilván nem kötelező, de azért jó lenne, hogyha lenne valami kis voice-com. Jó. Hát én is belépek, remélem jó fog működni. Haló, haló. Haló. Haló, sziasztok. Oké, és jó. Jó, még jött itt egy kérdés, hogyha ezen kívül is játszatok egy meccset, arra is kaptok-e pontokat? Haló. Persze, mehet a pont, hogy ne mehetne. Jó. Oké, és na. Haló. Akkor mindenki itt van a Twitch-en is, ugye? Vagy Twitch-en, Discordon. Igen. Jó, jó, jó. Nem tudom, én jó szobában vagyok? Ez a los csoport. Aha. Hát igen. Akkor jó. Már hogyha mi csapatunkban vagy, persze. Igen, igen, igen. Jó, 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 jó. Oké, és rendben van. Jó. Na, hát akkor én ezt elindítom. Blind pick lesz, mert blind pick lesz. És akkor én megyek egy ilyet. Jó, azért megyek én botlane-re. Engedjetek botlane-re, légy szíves. Mert ugye az ADC a legjelentéktelenebb karakter most már a játékban. És én igyekeznék háttérbe vonulni. Na, akkor Máté, te menj supportnak. Én meg akkor megyek. Várjunk, hogy legyen. Hát én ezzel megyek. Csak ezzel tudok menni, ezzel megyek. Megyek akkor én is botra. Akkor support Tristana. Én megyek jungle-be is, meg topra is, hogyha kell. Akkor menj jungle-be, Kristóf megy topra, jó, oda szokott menni, meg megyek midre. Amúgy akkor ez most 40 pont, ha most játszunk, nem? Hát ha nyerünk. Ja. Akkor olyat hozok. Akkor nyerni kéne. Akkor mindjárt eljövök, kit szoktam hozni? Ez de mi? Akkor... A te pontjaidat nem oszhatjuk szét, ha nyerünk? Hát... Nem is tudom. Most amúgy ez Twitch-en streamel van a meccs is? Mert ugye most bezártam, mert... Persze, megy a stream. Megy a stream és delay nélkül. Úgyhogy aki stream cycle, azt megbuktatjuk. Az egész világ sorsa egy nyílon múlik. Júj. A játékom hangját halljátok, vagy? Hát nem. Én szerintem csak a sajátomat hallom. Jó, akkor. Én szerintem csak a sajátomat. Ajaj, Yasuo meg többiek. Hát itt most nagyon fontos, hogy nem a játék lesz a lényeg, hanem az, hogy streameljük a játékot. Abban nem vagyok egy jó játékos, szóval nem biztos, hogy ez 5v5 lesz. Ez a baj, hogy én is csak pánik jasúot hoztam. Hát ez így. Így van, Caprioli. Nem a játék a lényeg, hanem a győzelem. Hát... Úgy hatan lettünk ebben a csoportban. Már Discordon? Igen. Aha. De várjam, hogy nézik a Twitch-et dupla monitorról fel az államfel, akkor tudják, hogy hol vagyunk. Uh-huh. Hát a hangot csak nem fogják stream snipe-olni. De hát látják, hogy hol vagyunk. Csak azért vagyunk én a... És még így is fogunk nyerni.
nem ezen fog múlni a kiforrás. Hát valószínű nem. Ment a dzsungelbe? Az én vagyok. Na jó, csak jövök segíteni addig. Köszi. Hol kezded? Mit? A Redemptor. A békéhez biztos kész. Akkor jöttek, akkor én nem. Leona már jön. Köszönöm, ennyi, elfelé. A karakter ennyire OP, vagy most láttam párszor, vagy ingyenes? Melyik? A Karthus? Aha, Karthus. Úgy, hogy hívják. Hát, szia, erős nagyon. Főleg az ultija. Jobb, ha tudjátok, én vagyok Ash, én vagyok az I. Vagyunk leküldték botra a legerősebbeket Renátó miatt. Hát... okos döntés lenne. De Ádám, D-para az nem velünk volt? Annó vagy én. Nem Gergő? Nem. Gergő tudomás, tudod. Ja, tényleg, akkor csak kevertem a totba. Ejjjj. Ennyi. Meghalok. Egy fertőzött fel. És látják minket, de az életünk, az korlátunk. Bokladban. Thank you.
Mindjárt. Ja, amúgy annyi, hogy lehet nem fogok dorsokat jönni genkelni, mert emeltek csak farmolnak. És... Az embereim csak a hideget és a bajt ismerik. Megmutatom nekik a bét. Máté, lejövök botra, most van ultim. Gyere, ketten vannak, egyiknek full HP, másiknek. Ott van a bokorban egyik. Megoldjuk. Ha nem ment haza. Nem Avarosa istennő hírnevét szeretném. Ha, gondoltam. Hanem az emberek... Várjál, itt valamelyik bokorba. Nem. Valami szó. Eddig farmolok. Legalább. Sárkányra megyünk majd, vagy? A jég nem a fáj. Hát, még várjunk azzal, lehet. Úgy gondoltam csak, hogy... Majd szóljátok. Rátó, van őrszemed? Nincs. Ötöröm. Halál. Nekem, én hazamegyek. Ez önként is dalolva. Egy taktikai meghalás volt. Éjszakon a törzsfőnököt hat főnöknek hívják. Ő rendelkezik a hatba vonulók élete fölött. Megy oda... Jó, nem, és nem. Hova? Már sehol. Szedik a sárkányt. Hát ez meglepett. Most nem ér. Próbálsz az elődjeidnél jobban cselekedni. Kell farmolni. Ott van a bokorba, a középsőbe, Leona. Máté, Queen-t üsd már! Mi? Máté? Máté, ott volt Queen a bokorban, két HP-val. Nem láttam. Azt hittem Renátó az hirtelen. Oh no, itt voltál eddig. A vezetőt dicsőítjük, aki egyesíti a törzseket. De van valaki, hogy nem jó. Teszek ide egy. Egy ellenséget meggyilkoltak. Tényleg, hogy mindjárt hárba támadna. Aha. Lássuk, milyen közel tudnak jutni. Szóljon.
Oh-oh. Jöv. Na. Nice. Oh, köszönöm. Ó, oh, jön a Queen is. Jó. 20 élet, ez pont elég. Várj, szerintem oldalt visszajön mindjárt az egyik. Meghalt. Ja, igen? Mhm. Van őrszemed? Együtt erősek vagyunk. Együtt avarószaiak vagyunk. Ó, itt van Pantheon, meg Jax, meg mindenki. Az arany kácsi, mikor hullik le? 14. Csak maradj hátul. Hát így az lesz. Itt továbbjön. Nincs vigyönök akkor elmények, ezek a szépen ki volt találva. Azzal a Quinn-nel bajobb lesz. Jó. Azzal nincs HP-m. Megállítva. Nem számítottam. Három áldott nevé. Adjatok erőt. Én azt mondanám, hogy ennek a toronynak. Nem, a maradjatok ennyi alatt, mert megövjük. Adjátok át tudásotokat, hogy lássam az igazságot. Ó, ennek a toronynak annyi, hogyha hátul nem menti meg. Te hogy tele van az élete. Az ő tarnyok lesz így annyi minden. Valószínű sárkányoznak amúgy. Renátoz, le tudod csekkolni egy E betűvel, hogy vannak el sem? Oda jöttem. Most mennek. Uh-huh. Jövök. Nem vágyom Avarosz a trónjára. Oh. Pazd meg. Megvagy, ulti. Nem baj, neked double. Takarítsz.
Menjek felfelni? Szerintem most az kettő ki. Hát inkább mert... Vagy én sem. De olyan dolgokat láttam, amelyeket Vitality Pantheon nagyon sokat sebez. A csapatod lerombolt egy tornyot. Na. Kis sufasz, hogy mindig viszi azt a felső, a topot. Hát, nincs itt senki. Ennyi, így kell. Csak most mindenki oda fog menni valószínűleg, szóval. Azt a torony kivégző sárkány valamit, azt leszedjük, vagy? A Rift Herald az? A torony kivégző sárkány valami. Nem tudom én mi az. Zavaj a Queen itt repülget az egész pályán, és szerintem senki nem tudja megfogni. Annyira nem állunk hosszú, mint számítottam, szóval... Fusson azt a tornyot, hogy le kéne szednünk. Lehet jön... Aha. A... Ő középen. Ó, oh, bazd meg! Nem tudom. Sok volt a lelkemnek. Valószínűleg jönnek ide le, alulra. Ah, igen. Hú! Hát, jelenlátok. Hát, Quinn az gyors. Igen, főleg ez. Látom, hogy ketten vannak, itt esély nem lett volna. Hát igen. Szerintem megölj. De, ölj. Erre nem számítottam. Jó, nagyon együtt mozognak. Hát biztos összeszokott csapat. Ez egy csapat? Szerintem, hát négy igen. Mind a kettő unitos vagy mi. Vagy négy unitos. Ja. Van. Határozd meg a célpontot. The Queen. Nekem tettek esküt. Egy szövetségest meggyilkoltak. Jobb, na jobb hírek. Az I az akaratom megnyilvánulása. Én vagyok az I. Az I én vagyok. Egy ellenséget meggyilkoltak. Köszönöm. Igen. Jó. Jövök. Hát ez nem lesz meg. Túl erősek. Egy ellenséges meggyilkoltak. A személyre célom. Jó, még egy tömeg annyi. Egy tornyodat lerombolták. A három nővér egy mítosz, amely megfojtja az embereinket.
Alsó. Botot nagyon hozzák. Ebben semmi meglepő. Már csak azért, mert én itt vagyok. Azért küldtek ide a legerősebbeket. Hát nem lett volna muszáj. Ez legyen mínusz 10 pont nekik. Há, ne. Amúgy emlékszem. Nem ez az első alkalom, hogy egy ilyen nagyon erős spin van ellenünk. Szerintem akkor is ő volt az. Aha, ő volt az. Push, pistol. Hozzá a saját. Menjünk sárkányra? Hát valószínű, hogy piszik. Igen. Valószínűleg vitték. Volt flash. Te hallottam igazabbat annál, mint hogy az erősek azok, akiknek meg kell próbálniuk a lehetetlent. Ez az eskü, amit teljesítenem kell. Jövök. Mindenki megy le. De már. Igen, akkor én inkább menekülök egy HP-val. Geci! Hát egy... Bocsánat. Miért nem tudtam sebezni? Vigyázzatok, menj az a sas, vagy kicsoda. Tovább kell nyomulnunk. Szerintem, hogyha a Renato eltalálja egy új ultival azt a... azt meg tudjuk ölni. Hát csak várjuk ki a sóknak a falát. Rajtad a sor. A délieknek félnie kellene tőlük. Lehet, hogy most már vannak bajok, de még megoldható. Hogy is mondja a streamer, hogy winnable, ugye? Egy biztos nyertünk tapasztalatot. Ne, hát ezt megkerik. Nem állak meg, ezt lehozzák. Lehetnének barolódni, vagy valami. Ez egy band. Á, de hogy... Á, jöttem. Oda mentem meghalni. Na, szép volt.
Na jó van. Na. Hát srácok, köszi a meccset. Köszönjük. Lesz az majd jobb is. Csak akkor én nem játszok. Jó. Akkor most erre hány pontot kapunk, vagy? Hát ti 20-at, a győztes csapat meg 40-et. De mi győztünk? Igen. Tapasztalatot. Jó, 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 okés, okés. Na, én most kiszállok a Discordból, köszi szépen még egyszer a meccseket, és akkor bezárom az órát, és lassan már idő van. Jó? Köszi még egyszer, srácok. Köszi. Köszi szépen. Na, hát ez ilyen indulónak. Azért látszik, hogy nem alól az erőségem, maradjunk annyiba. De nyilván nyomjuk már, mert már e-sportban nyilván azért egy elég fontos semmi gond épara. Ugye a fair play ugye az diktálja, hogy mindenki a képességeinek megfelelően maximálisan oda teszi magát. Jó? Ezt most így láttuk. Oké, szóval lehetnek még ilyen meccsek, meg nyilván így a streamelős laborok kapcsán azért fogunk még játszani. Hát ha nem is lolt, de lehet, hogy valami mást, hát majd csinálok egy szavazást fészen, vagy valamit, hogy mi legyen, meg hogy mi lenne a jó. Hát itt jött ilyen Siege, meg Cségó, meg ilyesmi. Hát majd megbeszéljük majd. Igen, D-para majd a voddal együtt. Jaja. Jó. Siege 3v3 House-on. Oh, igen. Jó. Hát TFT-zni én nem fogok, mert nem tudok. Szia Ceva egyébként. Jó. Oké, és szóval gyorsan elnézek, hogy akartam-e valamit a mai órán. Elvileg ennyi lenne. Jó. Van-e esetleg kérdés így hirtelen? Jó. Akkor a bajnokságok menjenek. Mármint, hogy induljon el a bajnokság. Jó lenne, hogyha már a héten is lennének meccsek. Ugye hétfő van. Hétfő van. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezek is beindulnának. Aztán ott majd nyilván a streameket már lehet nézni. Ugye, ami nagyon fontos, majdnem elfelejtettem, hogy Clash of Clans-ba megy a Clan Games. Ugye, az tegnap elindult. Ugye a pontgyűjtés ott akkor most már megy, de nézzünk rá, hogy is vannak a pontok. Ugye, keresem, így van itt. Tehát ez a szerzett pontok osztva 100, de minimum 2500. Jó, tehát minimum 2500 pontot össze kell gyűjteni a Clan Games-be ahhoz, hogy ezt jóvá lehessen írni, és amit 2800 pontot gyűjt, akkor 28-at élt a kurzusba jóvá írni. Jó. Oké, és jó, hát az, hogy itt alél minden hétfőn, hát ugye úgy van a szabályozás, hogy ugye minden héten kell konzultációs lehetőséget biztosítanom. Na most, az, hogy stream lesz, vagy esetleg ilyen Skype-os, vagy Discord-os helytállás, azt mindig óra előtt megbeszéljük, mármint, hogy nem közvetlen előtte, hanem tudom én, előtte héten, mondjuk péntek szombatig. Lesz olyan anyag, amit majd csak kiadok feldolgozásra, főleg a programozós laboroknál. Akár a Malmönt nézzük, akár a AlphaStart, akár melyik másik ilyen AI gaming feladatot. Azokat majd csak így valószínű legtöbbet ki fogok adni feladatnak, és csak ilyen konzultációs lehetőség lesz, hogy itt lehet róla beszélni. Esetleg belinkelek majd pár videót, hogy miből induljatok ki, meg ilyesmi. Nem biztos, hogy mindig lesz ilyen stream. Jó? Nyilván amikor játék van, akkor fixen lesz,
Szerintem a legtöbb héten amúgy lesz valamilyen játék. Ha más nem, akkor egy ilyen LOL meccset azért lejátszunk, de hát látjátok a tematikát. Hát majd meglátjuk, hogy ezek közül melyik igényel tényleg egy streamet. Jó. Ugye amint mondtam, hogy ilyen vendégelőadók, hát nyilván az fizikailag nem lesz, mert ugye nem megoldható, viszont megpróbálunk majd egy ilyen megoldást, hogy esetleg ilyen Skype-os beszélgetést, hogy én beteszem ide a Skype-ot, és akkor ott beszélgetünk. Hát technikailag ez még lehet, hogy problémás lesz. Meglátjuk, hogy sikerül. Jó. Hát nyilván fizikailag már nem lehet hívni, úgyhogy ez megoldódott. Jó, egyéb kérdés van-e esetleg? Azt most tegyük föl, ha még van. Vagy minden világos. Mehettek-e dumozni? Hát eddig is dumozhattatok volna. Én majd megyek dumozni, hogyha akciós lesz. Most még nekem a 60 euró az egy kicsit sok érte. Jó, akkor ennyi. Nincs több kérdés. Jó, egyébként nyilván Face-en, meg akár itt Discordon is kérdezhettek. Itt van, nyilván ide a kérdéseket be lehet dobni, meg is marad. És itt nem tűnik el úgy, mint Facebookon, hogy 80 poszttal hátrebb lesz. Tehát itt szépen megmarad, ha kérdésetek van, itt is feltehetitek. Jó. Ha összeszedtük az 500 pontot, akkor megvan az 5-ös, hogy van egyéb feltétele. Hát, elvileg nincs. Ugye nyilván a bajnokságba vegyetek részt, tehát az fontos, de az ugye a többiek miatt fontos, tehát a csapattársak miatt, tehát az mindenképpen nyomjátok, de egyébként, ja. Ne enkórozzunk. Támogassuk a fejlesztőt és a kiadót azzal, hogy megvesszük a játékot. Ja igen, D-para jó írja, hogy minden témakörből legyen pont. Jó? Tehát fogunk majd itt a programozós laboroknál is olyat, ami tényleg ilyen egy délután alatt megoldható, meg legyen elemzés. Jó? Tehát ezek legyenek. Jó? Oké, és na, hát akkor én már ennyit gondoltam. Jöhetnek továbbra is a kérdések Face-en is, meg ahogy mondtam, Discordon is. Ezt a videót két hétig itt biztos elérhető lesz, de áttesszük YouTube-ra is, és akkor ott is jöhetnek kommentbe a kérdések. Jó? Oké, és jó, köszi az oldalra az admin jogot. Köszi. Na, oké, és rendben van. Na hát akkor köszönöm még egyszer a figyelmet. Jövő héten folytatjuk, majd tájékoztatlak titeket a hét második felében, hogy mi lesz a téma, és hogy miről fogunk beszélgetni. Jó, akkor köszi még egyszer a figyelmet, és sziasztok!